Te Szabó Miklós, magyar történész. Hogy látod, ma, 100 év múltán a tiszaeszlári pert, hogy mit tudnak erről a magyarok különböző kategóriákra fölbontva, és hogyan közlik ezt a tömegkommunikációs eszközök? Ha egy szóval kell válaszolni, akkor azt mondhatjuk, hogy semmit se tudnak róla. Tiszaeszlár teljesen elfelejtett. Magyarországon a közelmúlt iránti történeti tájékozottság nem különösebben magas színvonalú. Ez a kérdés sok más mellett az elfelejtett kérdések közé tartozik. Értelmiségiek természetesen tudják, hogy történt, és a szorosan vett értelmiségi közönség néhány azóta megjelent könyvből tájékozódhat is erről a kérdésről. Ötvös Károlynak, a tiszaeszlári pár egykori védőinek nevezetes visszaemlékezését kiadták az elmúlt 20 évben újra, még egyszer Magyarországon. Megjelent egy könyv az Istóci-féle egykori antiszemita párt történetéről, amelyik középpontjában a tiszaeszlári pár áll, és két kisebb népszerűsítő történeti munka, Sándor Iván és Hegedűs István könyve foglalkozik ezzel a kérdéssel. Mindazonáltal nem került az érdeklődés középpontjába, nem keltettek fel ezek az írások közfigyelmet. A fiatalabb generáció, amelyik nem valami módon szakmája révén ismeri ezeket a kérdéseket, ezekről a dolgokról valójában nem tud. Az idősebbek természetesen tudják még, hogy a tiszaeszlári ügy volt. Emlékekben benne él az előítéletekből, annak a legalmazásnak az emléke, hogy Ötvös Károlyt, míg a nem kifejezetten antiszemita körökben is azzal gyanúsították, hogy pénzért vállalt el a védőséget, és hogy ezért ebből meggazdagodott. Maga Ötvös Károly, mint függetlenségi párti politikus, más okokból sem volt egyértelműen népszerű. Ha fölmerül még valamilyen emléke ennek a pernek, fölmerül az is, hogy összefüggés éreznek a későbbi 50-es évekbeli koncepciós perekkel, és aki valamit tud róla, annak a fejében úgy áll össze, hogy ez valahogy az első koncepciós per. Volt egy teljesen légből kapott politikai vádat emeltek egy etnikai kisebbség ellen, ami ellen akkor éppen abban a történeti pillanatban, 1881-83 között már politikai hajszal is folyt. Ami a tömegkommunikációt illeti, tudok arról, hogy készülben van, vagy legalábbis szándék van arra, hogy készüljön éppen a jubileumra egy televíziós film, de ennek a sorsáról nem tudok közelebbit. Jó. A készítő engem ezzel, mint szakértőt megkeresett, de sehol sem tart. Köszönöm. Egy jelentős magyar kisebbség él Romániában, Szlovákiában, amelynek a világ sajtó szerint komoly problémái vannak. Diszkrimináció, más, sőt, fizikai bántalmazás, magyar értelmiségiek fizikai bántalmazása is megtörtént a világ sajtó szerint. Egy olyan sorsba kerülnek, mint valaha a zsidók, tehát élnek egy országban, ahonnét nem tudnak elmenni, nincs hová menniük, de abban az országban egyenlő jogokat csak az alkotmányban és a törvényben kapnak meg. Nyelvüket, kultúrájukat nem úgy ápolhatják, nem teljesen szabadon ápolhatják, kétnyelvűség el van nyomva, vagy nem lesz alkalmazva. Lehet-e azt mondani, hogy ezek a kisebbségek ma egyfajta zsidó sorsot szenvednek-e? Azt hiszem, hogy nem lehet mondani. Itt nyilván a magyarországi korábbi zsidó üldözések során elszenvedett zsidó sorsról van szó.
ami nem abban, nem csak az üldözés brutalitásán a formáiban és méreteiben különbözik, hanem annak a dolognak a lényegében, ami itt felvetődött. Az egy a magyar országi zsidókkal kapcsolatos probléma a mai napig nem nemzetiségi kérdés volt, úgy, mint ahogy a határon kívül élő magyarok helyzete nem nemzetiségi kérdés. Mindjárt rátérek arra, hogy most, minthogyha ilyen formában is kezdene a probléma Magyarországon is felvetődni, de korábban nem így volt. A magyarországi zsidóság esetében nem arról volt szó, hogy nemzetiségi jogokat követelt, és ennek az elismerését, hanem az ellenkezőjéről. A magyarországi zsidóság asszimilálódni akart, és nem fogadták el ezt az asszimilációt. A magyarországi, és nem csak a magyarországi, tapasztalataim és ismereteim szerint a politikai antiszemitizmus, a politikai mozgalmakká, szélsőjobboldali mozgalmak keretében fellévő politikai antiszemitizmus éppen és kifejezetten az asszimilált zsidóság ellen. Nem is az asszimilált öndó, hanem az asszimilált zsidóság ellen irányul. Ezek az országokban a legfontosabb nemzetiségi ismérve a zsidóságnak Magyarországon elsősorban a külön nyelv nem volt meg. A magyarországi zsidóság nagy része eredetileg is német és nem jidis anyanyelvű volt, és együtt a magyarországi németséggel a múlt században már német anyanyelvét feladta. Több generációban már magyar anyanyelvű volt, ennek ellenére számon tartották róla, hogy zsidó, és ezzel abban a helyzetben hozták, hogy ő maga is zsidónak kellett, hogy magát tekintse, és ez már akkor is így volt, amikor még ez a megkülönböztetés nem durva jogsértések és vérengzések formájában történt meg. Magyarországon a zsidóság helyzete inkább tulajdonképpen társadalmi, mint etnikai kérdés volt. Magyarországon alapjában a polgárság zsidó részét polgárvoltában nem akarta a polgárosodni kezdő, vagy nehezen és akadályokkal polgárosodó társadalom elfogadni. Más helyzet a nemzeti kisebbségek kérdése, amelyek nem egyszerűen és csupán emberi jogaikat követelik, azt, hogy ne különböztessék meg őket, mint az ottani állampolgárait, magyar vagy bármilyen nemzetiség voltuknál fogva az államnemzet tagjaitól, ne érje őket gyakorlatilag megkülönböztetés egyetemi felvételeknél, állásba kerüléseknél. Amennyiben itt ezzel nincs probléma, a probléma még nem merül ki, hiszen ezek az ott élő népek, ott élő kisebbségek nemzetiségi jogokat, nemzetiségi autonómiát, nyelvhasználat jogait, saját iskolákat, saját kulturális intézményeket, társadalmi szervezeteket követelnek. Magyarországon a 70-es években kezd jelentkezni, nem először, de igazából szélesebb körben, a magyarországi zsidók körében is egy olyan etnikai, kulturális különállás, kulturális és etnikai azonosság igény, ami talán még távol van a nemzetiségi szerveződéstől, de hasonló módon vetődik fel. A mai magyar társadalomnak tehát kétféle módon is kell erre a problémára reagálni, az asszimilált és asszimilálódni akaró, magyarnak lenni akaró zsidóság befogadásával kapcsolatban egyik oldalon, ami még mindig probléma és még mindig nem szűnt meg, és még mindig nem lezárult kérdés. Másik oldalon a zsidó öntudatú zsidósággal kapcsolatban kell állásfoglalnia. El kell fogadnia egy új kisebbség helyzetű, autonóm, kulturális és etnikai közösség megszerveződését. Ezzel együtt kell élnie. Ez, mint ahogy a másik is természetesen, elsősorban is mindenek előtt a demokrácia kérdése. A demokráciái is, és a magyar nemzeti identitás tudatnak újra értelmezései is, ami úgy kapcsolódik a demokráciához, hogy végre valahára egy demokratikus nemzeti identitás, magyar nemzeti identitás tudat kialakítása van megint egyszer napirenden. Jó. Tehát az a kérdésem, van-e zsidó kérdés ma Magyarországon véleményed szerint? Van, de a kérdés rögtön át is fogalmaznám, mert a kérdés furcsa módon antiszemita nyelven van feltéve.
A zsidó kérdés ugyanis azt jelenti, hogy probléma, kérdés az, hogy teszem azt a televízió kommentátorai között, miért több szám szerint a zsidó származású, mint a nem zsidó származású. Ez ugyanis kicsit így van, de szerintem ez nem kérdés, ez semmiféle problémát nem okoz, ebből semmiféle baj nem származik. Szellemeskedve a kérdés az, hogy ez miért kérdés. Vagyis arról az, hogy még mindig van antiszemitizmus. Jó. Itt rögtön hozzá kell tennem, hogy ez az antiszemitizmus nem hivatalos, és a hivatalos politikában nyoma sincs, sőt, többet kell mondani, ez nem látszik, épp úgy, mint ahogy ebben a kérdésben semmi sem látszik. Nem csak, hogy nyoma sincs, hanem a hivatalos kormány fellép a kulisszák mögött az ellen, hogyha saját soraiba antiszemita tendencia üti fel a fejét, ezt egyetemben is hatalta nem tudik. Én ebben teljesen egyetértek, ezért megvoltam döbbenve, mikor azok után, hogy először lelkesedtek a témám iránt, hogy meg akartam vizsgálni 100 év Tiszaeszlán, hogy lesz ez földolgozva ma Magyarországon, és beszélni akartam a magyar kulturális és tudományos élet olyan személyiségeivel, akik erről már nyilvánosan nyilatkoztak, és megváltoztatta a magyar hatóság útközben a véleményét, és nem volt hajlandó ezeket a beszélgetéseket közvetíteni. Szerinted miért? Ez a téma kényes. Magyarországon az antiszemita itt előítélet rendszer egyáltalán nem szűk körül és szűk társadalmi körökre terjeszkedik. Ez a probléma nem csak egyszerűen létezik, hanem ez a probléma sajnos nem kicsi. Miből áll ma ez a, hogyha már, ja, a hivatalos. A hivatalos felfogás azt a módszert választja, nem biztos, hogy ez a módszert célra vezető, ha bár kétségtelen, hogy eddig egyensúlyba tudta ezeket a hangulatokat, és ennek a hangulatok kivatotta rezdüléseket ezzel a módszerrel tartani, hogy ezt a kérdést nem engedi félrehozni. Ezért tehát az a furcsa dolog van, hogy a jövő történése valami nehezen fog szempontot találni, hogy ezt a kérdést kutassa, mert ennek a problémának semmi nemű írásbeli dokumentum, ami nincs, nagyon-nagyon ritkán kerül elő valamilyen olyan fajta írás, amiben erről valamilyen formában a jelenre vonatkozóan szó esik, vagy valamilyen fajta érzelmet mutat ebben a kérdésben. Erről a kérdésről nincs szó írásban, annál több szó van egymás emberek közötti beszélgetésekben. Ott ez egyáltalán nem ritka, ott ez kérdés. Értem. És te miből, milyen kérdések? Tehát hogy lesz ez megtárgyalva? Hát én abban az helyzetben vagyok, hogy mint ugyan már réges-régen zsidóval házasodott, zsidó barátokkal körülvett, de mégiscsak nem zsidó származású vagyok, akivel erre a dologról, pláne aki először beszél velem, és nem tudja csak azt, hogy nem vagyok zsidó, beszél. Én tehát hallok ilyeneket, és valamennyire fel tudom mérni, hogy ezek milyen széles körület, és főleg arról, hogy miről van itt valóban szó, mi okozza, miben áll ez a kérdés. Hát akkor néhány, egy kicsi történeti visszatekintés hozzám, mert ez elkerülhetetlen. Ez eredetileg is valamikor, ahogy a beszélgetések engedélyt is Tiszaeszlárral kapcsolatban is fölmerült, a magyar polgárosodás problémája volt. Az a probléma, hogy eredetileg az elmaradott Magyarországnak, az elmaradott magyar társadalomnak nem volt magyar etnikai származású polgársága, zsidó polgársága, német polgárság volt, sőt, kezdetben még más kisebb csoportok is, és úgy alakult, hogy a bankkereskedelem és később a gyáripar döntő része is elsősorban a zsidó származású kereskedő elemből fejlődött ki.
A magyar társadalom polgárosodása a századfordulón is bizonytalan volt, erős ellenérzés fogadta a polgári rétegeket, majd később a két háború között már azzal folytatódott, hogy tulajdonképpen a magyar társadalom számára kérdéssé vált, hogy polgárosodással be tudja-e már hozni az elmaradottságát, vajon az elmaradottság behozásának most már nem a szocializmus elmódja, ami a kérdés más formában termelte újra. Igen, de a szocializmus első kezdeményezői is, a szocialista mozgalom első szervezői is zsidó származású, zsidó polgári körből kikerült értelmiségiek voltak, akiket kitaszítottságuk, akiket a társadalmi társadalmi megkülönböztetések súlya értetően ellenzékibbé a magyar viszonyokkal szemben kritikusabbá tett, mint a nem zsidó származásokat. Ők hamarabb lettek, kerültek közel a szocialista mozgalmakhoz. Itt tehát akkor a kérdés úgy jött elő, hogy igen, de hát az elmaradottság behozásának ez a nem polgári módja is megint valami zsidó dolog lesz. Tehát még fokozta is az antiszemitizmust, majd azután kiderült a Rákosi korszakban, hogy a magyar kommunista mozgalom vezető pozícióba került, első garnitúrája is nagyrésztben zsidó származású, ez a meglepő antiszemitizmust hát nem enyhítette. Ha már ez a problémának nem a legsúlyosabb része, sőt azt mondhatom, hogy voltak éppen a legkisebb. Itt inkább arról van szó, hogy az elmúlt 25 évben miért marad meg még mindig az antiszemitizmus, amikor már a politikai vezetők hát származási összetételében ez a probléma nem domináló. Ez ma már nem polgárság kérdése, legalábbis nem abban a klasszikus értelemben. Megszűnt a régi hát kereskedő, üzletelő polgárság elleni ellenszem, sőt, talán ennek a problémának a feloldódása első lépésben ott kezdődhet meg most ezekben a napokban, hogy most megváltozott a polgári tevékenységgel, az üzleteléssel az egész magyar társadalmi magatartás, ha úgy tetszik, maga az egész nemzeti karakter ebben a szempontban változott. És a zsidók lesznek, a magyarokból zsidók lesznek? Pontosan. Pontosan ezt én, mint aki ezt tényleg mondhatom magamból, már családomból származóval, én soha antiszemita egy percig nem voltam, és ez a dolog mindenkor elkerült. Már 25 évvel ezelőtt is érdekes módon láttam, hogy tulajdonképpen itt egyfajta sajátos funkciócsere történt. Deklasszált keresztény antiszemita úriemberek kényszerültek arra, hogy mindenhonnan kirúgva őket üzleteljenek, ama bizonyos kötőgépes maszek nem zsidó volt Magyarországon először, hanem ellenkezőleg deklasszált úriemberek volt, tisztek és szolgabírók és hasonlók, tehát a legpenetránsabb X-es származási kategóriájú voltak. Messziről láttam ilyeneket, pontosan olyanok voltak, mint az antiszemita karikatúrában zsidók. Az a pénzhajhászó, üzletelős ember volt. Tehát a magyar társadalom 25 éve látja, hogy ez, ahhoz, hogy valaki ilyen legyen, nem kell zsidónak lenni, ez egész egyszerűen attól múlik, hogy ki üzletel. De éppen nem arról van szó, hogy most már úgy utálják ezeket a polgárosodó elemeket, mint valamikor a polgárság bizonytalanság esetén a zsidókat, hanem a fordítottja. A polgárossággal szembeni ellenszenv megszűnése legalábbis visszamenőleg a zsidókkal való iránti ellenszennek ezt a részét talán, hogy nem is mondjam, a történeti visszapillantásban is feloldja. Igen, de nem ez a probléma ma már, hanem más. Megszűnt a zsidó üzletelő polgárság, de megmaradt a zsidó származású intellektuál elem. Ezzel szemben ugyanúgy van egyfajta egészen más indítatású társadalmi ellenérzés. Magyarországnak kettős értelmisége alakult ki. Kialakult egy polgári magatartású értelmiségi elem, ami nagyrészt zsidó származású volt, de távolosan csak zsidó származású. Magamat ide sorolom. És kialakult egy, tehát először talán ezt az elemet jellemezzük. Ennek van egyfajta szellemi avantgárdja,
amivel én most nem minőséget, hanem típust akarok jellemezni. Tehát nem azt akarom mondani egyfajta editőn tudattal, hogy ezek a legeslegokosabb emberek, hanem azt, hogy ez egy magatartási csoport. Ez az úgynevezett intellektuel, a felsőben de intellektuel, ahogy ezt Mannheim egykor nevezte, amelyik öntudatát, saját társadalmi identitás tudatát, saját etoszát abból meríti, hogy kritikus distanciában van a társadalommal. Tehát kívül van egy bizonyos értelme belőle, és ez nem származási kérdés. De hát ahol származásilag is meg lehet őket különböztetni, ott legalábbis kívülről a származási kérdésé is válik, tehát marad antiszemitizmus. Van egy másik értelmiség jelen, színvonalban nem kisebb. Ez a társadalomban beágyazott nemzeti érzelmű értelmiség jelen, amelyik viszont értelmiségi etoszát a nemzeti hagyomány folyamatosság fenntartásából meríti. Ezeknek identitás hordozó, mint egy politikai mozgalma, az úgynevezett népies mozgalom. Urbánus és népies, ez pontosan erről beszélek, ez az ominózus urbánus népiesség, aminek mindig is volt, és most az elmúlt 10 évben, mintha erősebben lenne újra antiszemita vonatkozása. A beágyazott, a nemzeti keretbe beágyazott, és öntudatát ebből a merítő értelmiség részéről. Ez az egyik része, és van még egy harmadik. Van még egy harmadik, ami nem értelmiségi, de hogy úgy mondjam, középosztály kérdés. Adminisztratív, bürokratizálódott társadalom vagyunk, ahol az emberek számára a legfontosabb a hivatalszerű előmeneteli létrán való előlépés. A legfontosabb társadalmi problémává a szociális mobilizáció lett, tehát hogy az, hogy emberek magasabb posztokra léphessenek elő, egy generáción belül is ugyanaz az ember, és hát intergenerációsan is, fiaik már magasabb társadalmi körbe kerüljenek. Magyarországon megszűnt az osztályharc, az, hogy társadalmi csoportok egymás létjogosultságát kétségbe vonják, és azért harcoljanak, hogy a másik megszűnjen, tehát megszűnjenek, holmi kizsákmányoló osztályok, helyét bizonyos értelemben átvette a mobilitáson belüli csatározást. Tehát nem az a kérdés, ugye, hogy ki legyen egy gyárigazgató, az nem lehet kérdés, gyárigazgató van. Az kérdés, hogy mondja, ki legyen gyárigazgató, és ebben mindenfajta előítéletek előjönnek újra és újra a lobbik szerveződésében, az érvényesülésre szövetkezésben, a mobilitási érdekharcra szövetkezésben. Egyik lehetőség az, hogy etnikailag különböztetik meg. Egyik oldalon vannak, akik a mi jó magyar emberek, mi akik a evangélikus gimnáziumban végeztünk, vagy a Nékoszban voltunk, vagy valamikor együtt voltunk katonák, és lám velünk szemben, csak minthogyha a szemben álló másik érdekszövetség, aki a mi riválisunk, leginkább zsidókból állna. Ez termeli újra az antiszemitizmust. Ez ma az antiszemitizmus legszélesebb körű, legáltalánosabb formája. Az, hogy ilyenfajta, az, hogy a érdekrivalizálás a szociális mobilitás közegében előítéleteket teremtsen, valószínűleg nem kiküszöbölhető. Ez elkerülhetetlen atmoszférája annak a társadalomban, amelynek legfontosabb problémája a szociális mobilitásban való minél hatékonyabb részvétel. Elkerülhető feltehetőleg az, hogy ennek speciálisan antiszemita jellege megszűnjön, ha bár attól tartok, hogy ebben az esetben más etnikai vagy nem etnikai, de ugyanolyan rossz előítéletek formájában fog ez a probléma racionalizálódni. Jó.
regény ez, amely a magyar történelem elmúlt néhány évtizedéből veszi az anyagát. Na most, lehet, hogy némelyek számára ennek a részletnek az a jellegzetessége tűnt fel, hogy a két ikerfivér zsidó származású. Majd, ha az egész regény megjelenik, remélem, hogy 1984-ben megjelenik, akkor ki fog derülni benne, hogy ahogy itt zsidó származásúak a főszereplők, ennek a kiragadott résznek a főszereplői, úgy másutt reformátusok, katolikusok kerülnek előtérbe, ugyanúgy nem előnyös színbe, ahogy itt ez a két zsidó származású ikerfivér. Ez én tehát... Nem csak van ennek egy... Bocsánat, félbeszakítom. Mindjárt, hogy félbeszakítsam. Én csak erről a tudatáról tudtam írni. Van ennek egy bökkenője a magyar közlési praxissal, hiszen Magyarországon a pozitív hősöknek a zsidó származását nem közlik. Lényegben, hogyha én ön novellát nem is tartottam volna antiszemitának, ha megjegyezték volna, tegyük fel Kun Bélánál, vagy a magyar történelem hasonló az önök szempontjából dicső figuráknak, vagy Acél György, vagy Rényi Péter, vagy más ilyen embereknek a zsidó származását, ha, és természetesen azt, hogy hívták őket azelőtt, mondjuk Acél György esetében Appelnak, hogyha ezt a magyar sajtó így közölné, vagy hogyha ön evel a cikkével, evel a novellájával azt sugallja, hogy ezt közölni kéne, ezt én nem tudom, ezt én önnek teszem fel ezt a kérdést, ha ez így lenne, akkor ezt az egész novellát nem is lehetne antiszemita novellának minősíteni. De ön nagyon jól tudja, hogy ez Magyarországon nincs így, hogy ez egy eléggé egy tabu téma, kényes téma, amit eddig nagyjában a szőnyeg alá söpörtek, egy téma, ami nincs is, tehát zsidó kérdés Magyarországon nincs is, mai Magyarországon, és akkor nem értem, hogy miért kell így kihangsúlyozni ezt ilyen polarizáltan zsidó voltukat, és főleg nem értem a nyelvezetet. Na hát akkor kezdjük hátrébb, akkor egy kicsit menjünk visszébe. Énekről a ön kérdéseivel egy sor vonatkozásban nem tudok egyet érteni. Ma 1983-ban és a korábbi években is Magyarországon annak a ténynek, hogy kicsoda zsidó volt zsidó származású, kicsoda ma zsidó származású, kicsoda zsidó vallású és kicsoda zsidó származású, de ateista, ennek a ténynek nincs jelentősége. Ugyanígy ebből következik, hogy véleményem szerint, és ez nem csak a magánvéleményem, abszolút mértékben nincs jelentősége annak, hogy kinek magyarosította neve, és kinek nem magyarosította neve. Kérem szépen, ez a mi hivatalos okmányainkban, a hivatalos irataimban, más országokkal ellentétben nem szerepel, nálunk ennek a ténynek nincs jelentősége. De most ennyit általánosságban egyik kérdésére, a másik kérdésébe. Kategórikusan nem tudom elfogadni, amit mond, hogy nálunk a zsidó kérdés tabu téma lenne. Sokáig az volt, az elmúlt 10 évben nem lett azzá. Ha ön ismeri az ide vonatkozó magyar szépirodalmat, az ide vonatkozó magyar publicisztikai irodalmat, akkor tudja, hogy ennek a úgynevezett tabu témának az elmúlt 10 évben igen sok jó magyar regénybe megfogalmazást kapott, egy-két nevet mondok, Kertész Imre regénye, Ember Mária regénye, Száraz György óriási példányszámba megjelent történelmi tanulmánya, a közelmúlt magyar zsidó problematikájával foglalkozott, korábbról, hadd említsem meg, a Bibó István világhírű zsidókérdés Magyarországon című tanulmányát. Szóval kategórikusan nem tudom elfogadni azt, hogy ez a téma ma Magyarországon tabu lenne, ezt a szőnyeg alá kellene söpörni. Ez egy dolog. Kell,
Azt vannak némelyek, akik ezt szeretnék a szőnyegen. Lehet, hogy a hivatalos magyar könyvkiadás nem ezt bizonyítja. Na most, visszatérve a saját dolgomra. Egyrészt, ha ön veszi magának, vagy fogja esetleg venni a fáradtságot, hogy a korábbi műveimbe utána néz, akkor a korábbi regényeimbe, tanulmányaimba olyan adatokat talál, amely egyszerűen nevetségesé teszi azt a feltételezést, hogy működésem bármelyik szakaszán antiszemita lennék, sokkal inkább illene rá a filoszemita jelző. Mindegy, vagy elolvas ezeket a könyveket, vagy nem. Ami a mostani ügyet illeti, hadd húzzam alá háromszor, hogy ez fikció, egy születő, egy készülő regény, amit ön olvasott, az is fikció, nem cikk, nem tanulmány, nem publicisztika, nem szépirodalmi alkotás. A három főszereplő közül, akik itt a nevükön jelennek meg, természetesen egyik sem létezett a maga valóságában. A kitűnő Sejbe Sándor professzor éppen az elmúlt héten jelentetett meg egy kis helyreigazító írást az Élet és Irodalomban, amiben közli, hogy Kohn Soma rabbi 1944-ben nem létezett az akkori budapesti zsidó tanácsban. Természetesen nem létezett, ez kitalált név. Magam ugyanolyan jól tudom, meg is mondtam ezt Sejber professzornak, hogy egyetlen egy rabbi tagja volt a budapesti zsidó tanácsnak. Sejber professzor sem említi a nevét tapintatból, én sem említem most a nevét tapintatból, mert meglehetősen sáros neve lett itt a 44-es év folyamán. Az én hősöm fiktív alak, az ikertestvéreim fiktív alakok, ez a dolog egyik fele, a dolog másik oldala, hogy természetesen ezeket a fiktív ikertestvéreket igen sok valóságos eleven modellből gyűjtem össze. Azokban az években, amikor én középiskolában és egyetemre jártam, a 40-es évek második felében, az 50-es évek első felében, igen sok olyan zsidó származású barátom, ismerősöm, társam volt, akikben ezt a fajta polarizálódást, hogy az egyik elment a szélső jobboldali irányba, a másik elment egy sztalinista szélső baloldali irányba, közvetlen közelről tapasztaltam. Na most, ha ön azt mondja, és ezt sokan mondják, nem csak ön mondja, hogy miért kellett ebben a kiragadott szövegrészletben ilyen hangsúlyozottan a zsidó származásukat nyomatékosítanom, akkor azt kell, hogy mondjam önnek, hogy majd ennek a készülő írásnak az egyéb részei, én biztos vagyok benne, kiegyenlítik ezt a látszólagos zsidó származásra való kihegyezettséget. Minden esetre újból azt mondom, hogy meglehetős elfogultság kell ahhoz, hogy bármiféle antiszemitizmust ebből a szövegből kiolvasni lehessen. Mindenki, aki itt élte meg 45-től máig ezeket az évtizedeket Magyarországon, tudja, hogy például az AVH testületében nem volt ritka a zsidó származásúaknak a száma, igen logikus okok következtében. Hát elpusztult a családjuk. Büntetni akartak, jogos büntetésvágyból. Hol keresték volna az érvényesülés útját, mint abban a testületben, amelyik a politikai bűnözők felelősségre vonását élte ki cél. Szeretnék egy kérdést intézni, ami tulajdonképpen nem annyira a zsidó kérdés, egy politikai kérdést. Úgy írja ott, hogy ottan volt nyilasok, volt szociáldemokraták, volt kommunisták, nem tesz különbséget nyilasok között, akik büntetteikért voltak ottan. Tehát lényegben Magyarországon tudomásom szerint nyilasokat a nézeteik miatt nem büntettek 45 után, hanem azért büntették őket, mert itt véres bűntényeket elkövettek. Ugyanakkor a szociáldemokratákat és a kommunistákat, akiket ottan bezártak, azok nem ültek általában, szerintem, amennyire tudom, nem ültek azért, mert véres büntényeket követtek el, hanem azért, mert az akkori hatalomnak ez volt a koncepciós perek, vagy ez volt a politikál. Ön ott nem tesz különbséget. Lényegben egy kicsit nem árnyalt.
Tehát lényegben úgy lehet ezt érteni, hogy itt valóban úgy van, ahogy ön sugallja, hogy ez tulajdonképpen egy zsidó bosszú, veretés is, azt, hogy csak alkalmazott fizikai kényszert, amikor okot adtak rá, szóval ezeket a dolgokat is lehet kifogásolni, hiszen ön is tudja, hogy Magyarországon ha voltak zsidók, ebben nem voltak jelentősebb számban az elnyomó apparátusban zsidók, se a Rákosi korszakban, semmiképpen se utána, szerintem. Amennyiben a lakosságban zsidók voltak, tehát na most állhat az ember a barikádnak ezen az oldalán, vagy azon az oldalán világnézetileg, de azért hát a tények tényleg maradnak. A magyar zsidók eléggé asszimiláltak voltak ahhoz, hogy 45 után úgy foglaljanak politikai állást, ahogy a többi magyarok itt. Nem. Szóval szerintem veszélyes. Ez az én véleményem, engedje meg, de kérdezem, hogy nem érte együtt velem. Nem-e veszélyes kihangsúlyozni azt, hogy azt a látszatot kell tenni, hogy lényegben, megint ismétlem a kérdésemet, a kritika mögött, aki tehát ma Magyarországot kritizál, legyen az a szabad Európában, erre is rátérek, ez is egy érdekes fejezet, legyen az egy ávós összeesküvéstől, tehát tulajdonképpen emögött a zsidók állnak, a józan magyar ilyesmit nem tesz. Ezt nagyon leegyszerűsítettem. Értem. Hát természetesen megint nem tudok egyet érteni. Kezdjük korábban. Ha figyelmesen elolvassa újból ennek a regény részletnek a szövegét, akkor természetesen észre kell vennie, hogy azt nem én mondom helyeslően, hogy akkor az 50-es, 54-55-ben Vácon volt nyilasok, volt szociáldemokraták, volt kommunisták ülnek együtt, az az én egyik ikertestvéremnek, a Kohl Kondor Tamásnak a látásmódja, aki ezt szakmailag így kellett, hogy megszokja, megtanulja, mert ez történelmi ténykérdés, hogy a Rákosi rezsim bűnei következtében akkor Vácot valóban együtt ültek nyilas tömeggyilkosok, és olyan szociáldemokrata és kommunista pártfunkcionárisok, katonatisztek, gazdasági vezetők, mi egyebek, akiket a Rákosi rezsim terrorja juttatott oda, ezt nem én találom ki, ezt nem én mondom először, ezt nem én írom először, ez rengeteg, rengeteg szép irodalmi ismert. Értelmezhetem ezt úgy, hogy az ön novellája inkább egy ávós támad meg, tehát ön itt azt az ávós korszakot, vagy azt a korszakot akarja így kritizálni a novellájában, lehet ez a, így ezt akartam, ez volt a lényeg, vagy pedig lehet ezt úgy is értelmezni, hogy itt a lényeg az volt, hogy nem tudom milyen okokból a Szabad Európával foglalkozni, vagy a Szabad Európának akár Magyarországon hírverést csinálni, hiszen akárhogyan is nézzük, egy ilyen cikk biztosan emelte a Szabad Európa hallgatóinak a számát, hiszen az emberek kíváncsiak, amikor ilyesmit olvasnak, hogy egy pöfe beszélő van a Szabad Európában, hát akkor kinyitják a Szabad Európát, és addig hallgatják, amíg egy pöfe beszélőt meghallgatnak. Nézze, hogy viccesen kell. Nem, hogy igen. Melyik? Nézze. Mi volt jó. Itt az irány? Én ezt nem értettem. Mindjárt nagyon komolyan folytatom, most viccesen kezdem. A Szabad Európának, vagy az Amerika hangjának, hagyjuk ezt, valóban van egy pöfe bemondója, ehhez nem kellett propagandát csinálni. Aki eddig hallgatta ezeket a rádióadókat, az pontosan. Szóval ez valós? Ez a modellem öt összetevője közül az egyik. Értem. A másik, és itt most már nagyon komolyan szeretnék fogalmazni a kérdésére. Ez az írás nem a hál' Istennek a történelem süllyesztőjébe került hajdani magyar AVH-t igyekszik kritizálni, és természetesen a magam írói becsvágya több volt annál, mint hogy pusztán a Szabad Európát óhajtotta kritizálni, és amit hát nem háromszor, hanem hatszor aláhúznék, szerintem csak erős elfogultsággal lehet bármiféle zsidó kritikát kivenni ebből a regény részletből. Ami ennek az írásnak a tárgya kíván lenni,
az egy szerencsétlen magyar történelmi múlt, amely szerencsétlen magyar történelmi múlt két zsidó származású fiatalembert az 50-es években arra késztet, hogy családtalanul, otthontalanul két rossz végletet válasszanak. Nem a saját személyi hibájuk vagy bűneik folytán, elsősorban nem, hanem egy nyomorúságos magyar, még egyszer mondom, magyar és nem zsidó történelmi örökség miatt. A nyomorúságos 50-es években arra kényszerül az egyik, hogy AVH-s tiszt legyen, arra kényszerül a másik, hogy katolikussá keresztelkedjék, majd 56 után egy jobboldali rádióadónak a bemondója legyen. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, ebbe semmilyen fajra, vallásra irányuló bírálat nincsen. Még azt is mondanám még egyszer. De ez a klasszikus leírása a zsidóknak, mint a öltes szemöldökű, a fakó kék albínó szemű, egypetévi ikrek, erre van, különben erre van, tudja, hogy a nyilas sajtóban van erre, tudja, hogy van a nyilas harcban, van egy hasonló kis versike. Nem, zsidói kartestvérekről, nem, nem tudta? Nem, ezt nem tudtam. Nem onnécette ezt az, nem onnécette ezt az ötletet? Engedje meg, hogy ezt megkérdezem. Ön meg engedje meg, hogy ezt visszautasítsam. Majd most, hogy volt ilyen kedves felvilágosító, hogy ilyen versike létezik, majd utána nézetek könyvtárak, hogy létezik, én nem onnan szedtem. Felhívom a figyelmét, hogy egypetélyű ikrek nem csak zsidó származásoknál, hanem református, katolikus, tetsz, evangélikus, baptista, metodista. De a röntes, fakókék szemű ez. Fakókék szem se a zsidókban, a specialitása, szemű. Hogy már belemegy. Én nem szívesen megyek bele ilyen típusú genetikai, biológiai utcákba, de ha ön felvetette, akkor azt kell mondanom. De hát ön írta ezt, én nem én látom. Írtam, ön kérdezte, ezért azt kell válaszolnom, hogy én már, noha se orvos, se genetikus nem vagyok, fakókék szemet, röntes szempillát nem zsidó származásúaknál, nem zsidó származású ikertestvéreknél sokszor láttam. Egyáltalán azt kell mondanom, hogy ez nem jó megközelítés, amit ön felvett. Lehet, hogy ön mást olvasott ki az írásomból, mint amit én az írásomban írni szándékoztam. Hogy én, aki érintett vagyok, és aki érzékeny erre, az rendben van. Lehetséges, hogy én hamisan értelmeztem. Tegyük, most követtem az ön gondolatát, Sökösdúr. De hát miért mondják ezt katolikus vagy nem zsidó magyarok, akiknek semmi köze nincs ez a dolgot. Igen. És Mezei András barátom ugyancsak igazolta azt, hogy ő is kapott ilyenfajta fölhívásokat nem zsidóktól. Igen. És nem hiszem, hogy ezt kitalálta volna, mert biztos, mi oka lett. Igen. Biztos, hogy Mezei András nem találta ki ilyet. Biztos, hogy kap. Nézze. Zsörnek személyes ellenségei ezek az emberek? Nem, hát ez, ne bagatelizáljuk el így ezt a problémát. Könnyen hivatkozhatnék arra, hogy az én baráti körömnek mind a zsidó, mind a nem zsidó tagjai közül számosan voltak, akik ilyen probléma nem vetődött fel. Tudnélik, itt a zárójelbe hagy egyezzem meg. Noha nem szoktam ilyen alapon népszámlálást végezni, az én baráti köröm legalább annyira áll zsidó származásokból, mint nem zsidó származásokból. Ennyit zárójelbe. Hogy ez, ahogy ön mondja, de ekkora feltűnést keltett, annak én egyetlen okát látom. És itt részbe igazat kell adnom, részben és bizonyos mértékig az ön bevezető kérdésének nevezetesen, hogy bár az elmúlt évtizedben az úgynevezett magyar zsidó kérdésről, szép irodalomban és nem szép irodalomban, tehát bizonyos mértékig igazat adok az ön bevezető kérdésének, hiába jelent meg az elmúlt 10-15 évben sok regény, sok tudomány, sok publicisztikai mű az úgynevezett magyar zsidó kérdésről. Ez bizonyos értelemben ugyanúgy nem része még egy széles értelembe vett nemzeti köztudatnak, ahogy például nincs kellően bent ebben a nemzeti köztudatban
a Magyarországon kívüli nemzeti kisebbségeknek a helyzete. Tehát túl azon, hogy én nem zárom ki, hogy ez a szépirodalmi töredék részlet, amit én publikáltam, félreérthető olvasásra is alkalmat ad, túl ezen maga a téma kellett, hogy olyan legyen, ami bizonyos emberekbe bizonyos reagálásokra okot ad. Itt ismételnem kell magamat, meggyőződésem, hogyha az a regény, aminek ez egy része megjelenik, akkor ilyen félreértésem egyszerűen elképzelhetetlen lesz. Önnek pedig, hogyha egyszer van egy szabad hétvégén, azt ajánlom, hogy olvassa el az én Vizsgálati Fogság című 10 évvel ezelőtti regényemet, amely... Én csak a törvénytevőt láttam. Igen. Abban ez a problematika nem merül fel, a Vizsgálati Fogság című, című regényemben. Ott is felmerül. Törvénytevőben is. Hol? Ön egy rendőr, tisztet hagyja. Ja, igen. Ezek a göndörhajúak. Mert ez mindjárt a következő kérdés. Egy reakciós, konzervatív magyar rendőr tiszt. Igen, de ez öreg... az új rendszernek egy, igen, az új rendszernek egy tisztje. Engedje meg, hogy mindjárt a következő kérdésre menjek, hogy mindjárt agresszívan kérdezzek. Lényegben Magyarországon hagyománya van annak történelmi okokból, hogy az mindenkor mondjuk az utolsó 100 évben, hogy mindenkor ellenzéknek jelentős része zsidó származású. Nem akarok most szociológiai, vagy pszichológiai, vagy politikai magyarázatokban belemenni, de hát lényegében ez nem változott meg a mai Magyarországon is. A mai ellenzéknek is egy jelentős hányada zsidó származású. Lehetséges, hogy ez erre is utaljon ez a novella erre a dologra, hogy ez így van, mert lényegben szerintem hát a két világháború közötti ellenzéket ma nagyon pozitíven ítélik meg. Szóval nem, soha nem olvastam, hogy hogy azok a kommunista mártírok, akiket itt a Holtiék és a Nyilasok kivégezték, hogy mellé vigyeztették volna volt németes nevüket. Lényegben nekem is van egy ilyen rokonom, aki kommunista volt, szövőmester, Bolner János, Goldberger gyárban volt szövőmester. Nem hiszem, hogy ezeknek az emberek mellé mindig nem vigyeztették oda, hogy ők zsidó származásúak. Sőt, elhallgatták ezt. Elhallgatják. Én itt néztem a múzeumokat. Ezt nem hangsúlyozzák. Miért kellett akkor hangsúlyozni azt, hogy valaki a Szabad Európába megy, és ottan, hogy ő zsidó származású, kikeresztelkedett zsidó, vagy hogy az ávósoknál, hogyha ezeknél nem hangsúlyozzák. Megismétlem a kérdést. Értem. Ez egy jogos kérdés. Hiszen hogyha azt, akit egy társadalom negatívnak értékel, na most, hogy én hogy értékem, nekem ez, szerintem az egyik ebben, a másik kutya, én nem fog itt egy rádióról se, nincs jobb vélemény egyikről, mint a másikról, de önök, az önök rendszerében, hiszen ez a rádió negatívan van értékel, tehát akkor miért nem éljük oda a pozitívan értékelendőkhöz? Tehát ez a rendhagyó az ön novellájában. Ezt a pontot nem látja Süközgyúr. Igazságtalan vagyok önhöz. Hát azt kell mondanom, hogy talán nem igazságtalan, elfogult, de mindenképpen vagyok. Elfogul, tudnélik. Még egyszer mondom, hogy ez szépirodalmi szöveg, ahol egy szépirodalmi szöveg, amely valamilyen oknyomozást folytat, annak lehet az egyik eszköze az, hogy eredeti nevet is ír, magyarosított, vagy hogy az írásban szerepel, magyarított nevet is ír. Ez az egyik dolog. Na most ennél fontosabbnak tartom az ön alapkérdését ebben a bekezdésben, miszerint ugye, hogy a mindenkori, legalábbis a 20. században mindenkori magyarországi ellenzék jelentékeny része zsidó származású lett volna. Ezt egyrészt én tényszerűen és kategórikusan tagadnám. Másrészt tagadnám, mert hogyha arra gondol, hogy a Horthy korszaknak mondjuk a baloldali radikalizmus, vagy a szociáldemokrata ellenzéke, főként annak az értelmiségére kétségtelő jelentékeny számba zsidó származású volt, ugyanakkor ennek a Horthy korszaknak egy másik ellenzéke, a népi irodalom és vidéket, nem. Az korán sem volt. A mártíroknál tagadná, a kommunista mozgalom mártírjánál nem, hát tagadná, hogy 90%-uk zsidó származású volt?
Természetesen ezek történelmi tények, hát ezekkel nincs mit vitatkozni. De ezekről nem írt senki. Ellenben én... Uram, ezekről nem írt senki, még egy szép irodalmi novellát. Sőn, Herzről nem írtak nálunk. De azt, hogy zsidó származású volt, ezt kényesen el lesz hallgatva. Azt hiszem. Mező Imréről nem írják, hogy zsidó származású volt. Hát itt van közben. Engedje, hogy megkérdezem ezt. Megmondom. Miért nem írják ezt? Azért, mert megmondom önnek. Én itt van közben. Ön nem indulatos. Én is igyekszem nem indulatos lenni. Indulatokkal itt semmire nem megyünk. Tetejében ráadásul azt hiszem, hogy itt nincs köztünk alapvető nézetkülönbség. Egy megközelítési alapvető különbség van, amit nyomatékosan hadd szögezzek le. Én és azok a barátaim, ismerőseim, akik úgy gondolkodnak, mint én, mi nem szoktuk strigulázni, megszámolni, hogy ki zsidó származású, ki katolikus származású, ki református származású. Ez egy átkos történelmi örökségnek az eredménye máig, hogy sokan kötelességünknek érzik ezt a strigulációt. De hát ön is kezet nyújtott ehhez a strigulációhoz. Hát ezt megint kategórikusan tagadnám, hogy itt kezet nyújtanék. Mondja, hogyha itt véletlenül ezek kolfivérek, nem Kohl néven, hanem egy szép magyar gentry néven, református származások lennének. Abszolút az az érzésem, hogy egy novella Magyarországon ma az élet és irodalomban, amelynek a hőse egy katolikus pap, aki a két unoka testvérét miután bátyja vagy öccse meghalt, feleségével egy baleset folyamán, aki a gyerekeit, azt a két unoka testvért, unoka öcsét beadja a zsidó gimnáziumba, és aztán ottan ezeket a szegény, mondjuk, vagy az evangélikus gimnáziumba, tehát nem a katolikusba, és utána ez az egyik gyereket beteszik derékig a kukába, és utána aztán a gyerek azt mondja, a nagybátyám be fog jönni, és akkor azt írja a katolikus papra, a bácsika bejött, és akkor valami, hát ez magyarul egy kicsit, mégiscsak itt még létezik, vannak olyan nemes lelkek, mint ön, aki nem antiszemita, és akik teljesen minden előítélet nélkül, de azért a magyar köztudatban én is egy-kettőt tapasztaltam, ez minden hivatalos kijelentés ellenére nem tűnt el. Nem tűnt el ez az antiszemitizmus, és ez olyan természetű, ezek a kijelentései, amelyek ezt az antiszemitizmust, ilyen előítéleteseket megerősíthetnek. Ez az érzésem. Nézze, itt... De ilyen pillanat nem jelenthetett volna meg katolikus papról. Beszéljünk őszintén. Beszéljünk őszintén, mert csak úgy érdemes. Egyrészt, itt három dolgot szegeznék le. Egyrészt, sajnos eszem ágában sincs tagadni, hogy az antiszemitizmus Magyarországon 82-83-ban természetesen nem tűnt el. Ilyet felelős magyar értelmiségi természetesen nem állíthat. Közismertőn ugyanolyan jól tudja, mint én, hogy ennek a társadalomnak mélyen-mélyen rejtőzködő ocsmány fai előítéletei vannak, amelyek a mai Magyarországról se pusztultak ki, sem a zsidók irányába, sem a cigányok irányába, sem a Magyarországon nem kis számba tanuló színesbőrű diákok irányába, így és így tovább. És ez egy dolog. A másik dolog, hogy ennek a rendszernek legalábbis az utolsó két évtizedében mind a, hogy is mondjam, állampolgárokra nézve kötelező kódexében, mind abban a preferált szép irodalomban és publicisztikai irodalomban, amely hivatalosan megjelenik, se antiszemitizmusnak, se cigányokkal, négerekkel, puertorikóiakkal, nem akarok viccelődni, szembeni fai ítéleteknek nemhogy nyoma lenne, de hát amely, hogy kódexbe rögzített büntető szankciókat léptet életbe ilyenek a megnyilvánulás esetén. Harmadrészt. Önnel szemben meggyőződésem, hogyha egy olyan regény részletet publikáltam volna az Élet és Irodalom karácsonyi számába, amelynek egy katolikus papa, nagybácsi figurája és két katolikus iker, és ugyanezek a jellegzetességek... Miért nem tette meg?
mert mondtam önnek, hogy az a regény más részébe fog megjelenni, majd remélhetőleg abból is lesz publikálva. Tehát azt akarom mondani, hogy itt nem zsidó származások, hanem mondjuk katolikus származások a figurák, azok ugyanígy megjelenhettek volna. Végül is. Én azt mondanám önnek, még egy apróságra aztán kitérnék. Én azt mondanám önnek, hogy nem hiszem, hogy az a dolgok alapvető megközelítésében ellentétesek lennének az álláspontjaink. Egy dologban igen, hogy ön bizonyára olyan személyes okokból, amelyeket én láthatlanban is tisztelek, sokkal érzékenyebb minden olyan tünet iránt, amely...